Hi, this is Corey Clark from Warrior Soul. And you know, I love the joysticks. You know why? Because they rock. And you know, I played with them before, and they were really cool. So, I would suggest you check this out. I listen to the record, I like it a lot. Check it out. The joysticks this summer will rock you. Are ya? Joysticks. Jó. Most már körülbelül negyedszerre hallgatom, mert most töltöttem a múlt X. A Joysticks Magyarország legjobb rock'n'roll zenekar, és ezt nem azért mondom, mert a szöszői 20 ezer forintot fizettek ezért a videóért, hanem mert ez így van. Három rajongójuk van az egész országban, illetve szerintem lehet, hogy csak három ismerik őket, de mindenki rajongó, a Szénégető Ricsi, a Mészáros Angelika Anna, én. A zenekar most fog megjelentetni augusztusban egy splitet a francia High School Motherfuckers-szel. Róluk azt kell tudni, hogy a Julien, vagy az Emmanuel, vagy a Jean-Paul, vagy a Pierre, vagy ki a faszom ebből a High School Motherfuckers-ből a szőszőnek volt a régi kollégium szóltás, és együtt cserélgették a szexuálisokat. Az ő számaikat nem hallottam, viszont a Joysticks számokat igen. Ugyanazt a széllel szemben, hogy az ősrák emelőt játsszák, mint eddig. A Szénégető, a Mészáros meg én is ugyanúgy imádjuk őket. Ezek után is, akik meg nem imádják őket, azért nem imádják, mert életükben egy kúra Joysticks koncerten nem voltak. Mondjuk én csak egyen voltam, ezek sose koncerteznek, bazdmeg, és egy Joysticks számot sem hallottak. Úgyhogy szöszön, üljetek a turnébuszba, koncertezzetek, mert az emberek imádni fognak benneteket, és nem mondom, kell hisztériázni, bazdmeg, meg a fanzineknek nyilatkozni, hogy így nem járnak az emberek koncertre, meg úgy nem járnak az emberek koncertre. Tudjuk, hogy nem járnak, mennyi, aztán énekelj gitár, az ember nagyon tehetséges, érted, Kabikám, érted, bazdmeg, mennyi, köszi. Hogy mit hallgatok? A Joysticks új lemezét. Hallgassátok ti is, kurva jó! Szervusztok, kedves gyerekek! Beszeretném jelenteni, hogy a Joysticks és a High School Motherfuckernek megjelent a split lemeze. Tehát hallgassátok szeretettel. Kicsodának? Hát a Joysticks és High School Motherfucker. Életemben nem adtam róla. Sziasztok, kis Andy vagyok. Egy igazi rock'n'roll szeretnék nektek ajánlani és bemutatni. Ez nem más, mint a Joysticks együttes. Hát, ha úgy nézem, akkor nagyon-nagyon régre vehető vissza a mi ismeretségünk és barátságunk. Az a lényeg az egészben, hogy aki egy igazi rock'n'roll lemezt akar a kezébe kapni, az igenis vegye meg a szöszőik legújabb lemezét, ami majd augusztusban fog megjelenni. Imádom, hogy a színpadon is viselkednek, imádom őket magánemberként is, ahogy Jimmy dobol, és az egészet ahogy van. Úgyhogy tényleg nem lehet rá más mondani, csak hogy ez a rock'n'roll. Nagyon szeretném, ha végre észrevennétek, hogy mennyire jó zenekar, ők is elmennétek a bulijaikra, és megvennétek a lemezt, és bármi, akármi, mert nagy csomószor hiányoljátok az ilyenfajta zenét, és amikor meg itt van előttetek, és Magyarországon, akkor meg kurvára nem tesztek érte, és ne hagyjuk, hogy az ilyen zenekarok eltűnjenek, nem is fognak. Ott leszünk, megveszünk, és hajrá, hajrá, Joysticks! Sok nektek, fiúk! Imádok benneteket! Szőszült az ezred forduló környékén ismertem meg, azzal keresett meg engem, hogy szeretné Magyarországon meghonosítani a skandináv rock'n'roll bank stílust. Támogatásról biztosítottam, és a következő években elég sokat játszottunk együtt a Sonic Dolls nevű zenekarával, amiből idővel megalakult a Joysticks. Nagyjából párhuzamosan zajlott a karrierünk, egyszerre hoztunk ki lemezeket, egyszerre múltunk el 30 évesek, és egyszerre született meg a lányaink. Várhatóan egyszerre fogunk majd befutni valamikor 2026 környékén. Nekik most jött ki nemrég egy Punchline című baromi lemezük, nagyjából egyszerre a mi legújabb lemezünkkel, de most nem fértek az ügybe, és kihoznak még egy EP-t, egy 5 számos EP-t a francia High School Motherfuckers zenekarral. Következő hónapban járnunk meg várhatóan, és szerintem ez eddigi legjobb anyag, úgyhogy hallgassátok meg. Biztos mondják pár, hogy mit keres a rapper gyerek a Joysticks videóban, mondjuk azok pont bekaphatják a faszomat. Az a szerencse és megtiszteltetésért, hogy bele tudtam hallgatni pár új Joysticks dalba, és még ezzel a rapper formával is érezni, hogy miről szól az őszinte rock'n'roll. Hogyha igazi punk cuccot akartok hallgatni,
akkor kövessétek figyelemmel a Joysticks hamarosan megjelenő albumát. Szeszed közel 20 éve ismerem, volt szerencsém a Sing Singer túlnézni vele, és tökre ültem, amikor a Zora zenekarban, ő volt az ötödik dal, mert a másik gitáros. Egy kicsit haragudtam rá, amikor kilépett a zenekarból, és az volt az indok, hogy pont lesz a zene. Akkor nem értettem igazából, mit akart, de most, amikor megcsinálta a Joystick zenekar, különbözőről beszél. Egy különleges zenekar, nem szaroznak, nem foglalkoznak a trendekkel, Joystick. Sziasztok, hallgassátok meg a Joysticks új lemezét, ami Szöszö az egyik dalban azt írják, hogy a Rock and Roll halott, de ez nem igaz, mert ő maga cáfolat rá, Rock and Roll nem halott, ugyanis ezzel az új lemezzel hozzáadtak egy kis pluszt ahhoz, amit eddig letettek az asztalra, ez egy kicsit vágyhártos, kicsit slágeres, kicsit dallamosabb lett, és nekem nagyon tetszik, úgyhogy hajrá Joysticks! Sziasztok! Azt nem mondhatjátok, hogy kutya se kíváncsi rátok. Én nagyon sok örömmel hallgattuk az előző Joysticks lemezt is, még a buszban is pörgött rengetegszer, mert hát játszottunk is együtt a Prima fiúkkal. Szóval szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy augusztusban megjelenik egy split lemezük, egy francia zene, francia zenekarral, amit nagyon szeretett, ő ajánlom nektek a francia kutyával. Je le beat. De? Szóval keressétek a megfelelő hírportálokon a Joysticks split lemezét. Ciao! 35 éve járom az országban, másos szembesülök állandóan. Rock'n'roll már régen lerábolt csont. Hát akkor ezt felejt el, öcsém. Elmondom neked. Itt az új Joysticks, és hallgass meg. Szöszö egy olyan csávó, aki világ életében mondhatni ellent sössentett a szélnek. És mindent teszi rá úgy, ahogy van. Magyarul szarik a világra. A rock'n'roll az rock'n'roll. És nem lehet, hogy megújulni. Hallgass meg az új lemezt, öcsém, hanem hallgatod meg. Ez jár a nyakadban. Vicc ez. Joysticks. Az a helyzet, hogy tegnap szellemet üdvöztünk a haverekkel, aztán a Joey Ramon kikopogta nekem az asztallával, hogy hallgassuk Joysticks-et. És kurvára igazán. Hallgassatok Piri Joysticks-et, azok járnak így a bingérnél. Hello, DJ Crimson vagyok. Itt vagyok az egyik kedvenc lemezboltomban, körülöttem rengeteg house és diszkó lemez. Most viszont rock'n'roll lesz a téma. Megjelent ugyanis a kedvenc magyar rock'n'roll, punk'n'roll zenekaromnak, a Joysticks-nak a legújabb anyaga. Mindenkinek csak ajánlani tudom, különösképpen azt, hogy élőben kapjátok el őket, az egyik leghitelesebb, legenergikusabb magyar zenekar. Tényleg csak ajánlani tudom. Halló, halló, sziasztok, Bunyós Pityu vagyok. Igaz, hogy én a mulatós lófajból jövök, de rengeteg barátomon most a rockzenészek közt is, azon belül is most megjelenik a Joysticks-nak a lemeze augusztusból, hogy nagy szeretettel kérek mindenkit, hallgassátok, hiszen nagyon jó, de a mulatóst is. Most kaptam a fülest, hogy állítólag itt a Kunhegyesi nagy templom, az ország második legnagyobb, sőt Európa második legnagyobb református temploma, szóval ennek a templomnak a sekrestélyében őrzik az egyetlen eredeti kópiát a Joysticks legújabb albumából. Megyek és kérdőre vonom a plébánon. I don't believe in rock and roll anymore.